Az egyetem épülete előtt található Szombathely híres szülöttének, Magyar László Afrika-kutatónak az emlékművek körül is dolgoztak ma a Szompart munkatársai. Az alkotást körülvevő zöld környezet folyamatos karbantartást igényel, vágni kell a bokrokat, nyírni a füvet. Az aktuális tavaszi munkákat végzik ezekben a hetekben a Szompart munkatársai. Az egyetem A épületek környékén dolgoztak szerdán, nyírták a füvet, ahol kellett, fákat metszettek. Puskás Tivadar szerint fontos, hogy gondozottak legyenek a közterületek a városban. Ez jó hatással van az itt élőkre, és jó benyomást kelt az ideérkező turistákban is. Ha ezt látja, hogy gondozott, akkor szívesen jön ide egyszer. Másodszor az igényesség látszik a városon, akkor úgy gondolja, hogy ő is ilyen szolgáltatást is kap majd. És a harmadik, hogy a bent lakókról, a városban lakókról az lesz a véleménye, hogy mindannyian a környezetüket tudatosan alakítják. Közel 250 hektáron zajlik fűnyírás a városban. A Szompark 10 fűnyíró traktorral, illetve 44 emberrel végzi a munkát. Jövő héten kezdődik az egynyári virágok kiültetése, a város színesítése. 2400 négyzetméteren 53 000 darab egynyári virágot fogunk kihelyezni. Ezek 21-22 fajból közel 50 féle színváltozat kerül kihelyezésre a város különféle virágágyásaiban és közterületein. Lakóközösségek is kérhetik, hogy a virágosítás során akár szakmai tanácsokkal, akár növényekkel is segítsek környezetük szebbé tételét a Szompark.